Maglódon a Szitakötő bölcsödében és a Napsugár óvodában is karitatív tevékenységnek köszönhető, hogy egy budapesti cég nagy teljesítményű gépekkel elvégezte a teljes körű fertőtlenítést. Az ózongenerátor működését mutatták meg nekünk a Maglódi bölcsődében, a helyi önkormányzat sajtóreferense pedig a karitatív munka hátterét ismertette velünk. Egy budapesti cég, akinek két munkatársa is maglódi, társadalmi felajánlásba elvégzi az ózonos fertőtlenítést nálunk. Ez úgy történik, hogy nagy teljesítményű gépekkel vonulnak ki, ugye ez a hátam mögött is látható. Tehát ezek a gépek nagyon komoly fertőtlenítést végeznek, és rögtön a gép azonnal el is végzi az ózon lebontását, tehát nem szükséges várakozni. Mielőtt elkezdenék a fertőtlenítést, előtte mikrobiológiai tesztelést végeznek, és miután befejeződött a fertőtlenítés szintén, így mérni is lehet azt, hogy milyen hatékonysággal valósult meg az intézmények fertőtlenítése. Úgy tudom, hogy ez egy magyar fejlesztésű gép. Így van, ez egy magyar fejlesztésű, nagy teljesítményű gép, amiről most beszélünk. Gátat szab-e a teljesítménynek a légköbméter, hiszen nem lakásokról van szó, hanem közintézményekről. Ezekkel a gépekkel, ezeket az intézményeket biztonsággal és nagy hatékonysággal lehet fertőtleníteni. Természetesen a kis gépek erre alkalmatlanok. Ezek a készülékek fölfelé fújják az ózont. Az ózon nehezebb, mint a levegő, ezért, hogyha alulról kis gépekkel próbálnánk meg a fertőtlenítést elvégezni, csak az alsó szinten lehetne fertőtleníteni ezeket a területeket. Így viszont egészen biztos, hogy az intézmény teljes egésze fertőtlenítve lesz. Most ugyan jó idő van, de hamarosan hűvösebb időszak következik. Kell lesz előztetni egy ilyen tisztítás után? Ezeknél a gépeknél nem, mint ahogy az elején mondtam, ugye a gép maga elvégzi az ózonnak a lebontását, ami nagyon fontos. A bölcsődében november közepéig működnek teltházzal, hiszen már most is a kicsik fokozatos beszoktatása jelenti az intézmény fő feladatát. Gyerekek délőtt az udvaron tartózkodnak, körülbelül 10:30-ig, utána jönnek be, tisztába tevés, öltözködés, kézmosás és ebéd. Hány gyerek jár most bölcsődébe? Jelenleg 39 gyermekünk van, 62 gyermek ment el az óvodába. Jelenleg 39 fő jár a bölcsődénkbe. Fokozatos beszoktatás kezdődött szeptember 1-től, amelyik november közepéig tart. Úgy néz ki, hogy november közepéig telt létszámmal fogunk tovább menni. Hogyan értesült erről az ötletről, hogy itt fertőtlenítés lesz? A helyi fenntartó, az önkormányzat jelezte nekünk, hogy van egy ilyen lehetőség, és örömmel fogadtuk. Ez nyújt-e biztonságot, egy biztonsági érzetet önöknek, a szülőknek? Feltétlenül, hiszen a mai világban úgy gondolom, hogy védenünk kell a gyermekeket és az itt lévő szülőket is, ezért ez a lehetőség mindenféleképp hozzájárul ahhoz, hogy jobban tudjuk védeni a gyerekeket. Ez a modern gépi fertőtlenítés, ez mentesíti a gyerekeket attól, hogy kezet kell mosni és ugyanúgy betartani a szabályokat. Ez mindent megold-e? Nem. Általános szabály a bölcsödében, hogy amikor az udvari tartózkodás után bejönnek a gyerekek, egyrészt levetkőznek, és a kinti használt ruha sem marad kint, és a cipő sem. Továbbá bemennek a fürdőszobába, és ott megmossák a kezüket fertőtlenítő kézmosóval. Tehát a gyermek, amikor már bejön a fertőtlenítést követően, ő már elméletileg megmosta a kezét, tehát nem veszélyes. Ugyancsak a helyi önkormányzat házatájáról kaptuk a hírt, miszerint a zöld hulladék égetése Maglódon október 1-től november 30-áig engedélyezett. Az önkormányzatok jelenleg még önállóan dönthetnek erről az időpontról, ám 2021-től már egész évben tilos lesz az avarégetés. Jelen pillanatban még az idei évben a szokásos égetési rendszerint lehet avart égetni és zöld hulladékot. Az azt jelenti, hogy most az őszi időszakban október 1-től november 30-áig lehet ezt megtenni. Azonban 2021-től hatályba lép az a kormányrendelet, mely alapján nem lehet már az önkormányzatoknak erről önálló döntést hozni. Ugye európai uniós szabályozásokról beszélünk, és 2021-től tilos egész évben a kerti avar és zöld hulladék éget. Javasolják helyette a komposztálást, és természetesen a zöld hulladék elszállítást, ami ilyen kertekben nagyon nehéz, tehát mi Maglódon azt javasoljuk, hogy amennyire lehet, mindenki komposztálja a kertjében felgyülemlő zöld hulladékot.